Földrajz 7. osztály, a világ legsósabb állóvizei. A tengerek sós vizűek. Átlagos sótartalmuk 35 ezrelék. De nem csak a tengerek lehetnek sósak, hanem egyes tavak is jelentős mennyiségű sót tartalmazhatnak, sőt, vannak olyan tavak, amelynek a sótartalma jóval több, mint a tengereknek a sótartalma. Ilyen tó például Holttenger. Ebben a kísérletben a sós víz felhajtó erejét fogjuk megvizsgálni. Kísérlethez szükségünk van egy mosdókagylóra, vagy inkább egy üvegtára, egy almára, olyan kb. Fél kilogramm sóra és rugós erőmérőre. Az almára kössünk egy madzagot. A madzag végét rakjuk az erőmérőre, és mérjük meg az almának a súlyát. Ezek után az üvegkádba eggenjük vizet. Körülbelül mérjük meg, hogy mennyi vizet töltöttünk ebbe az üvegkádba, nem kell pontos mérés. Ebben az üvegkádban körülbelül másfél liternyi víz található. Ezek után az almát merítsük a vízbe, úgy, hogy félig süllyedjen le. Az erőmérőn lévő értéket olvassuk le. Jó. Majd literenként másfél evőkanálnyi sót keverjünk a vízbe. Keverjük el a vizet, míg a só feloldódik. Az almát megint merítsük bele a vízbe, úgyhogy félig merüljön el, és az erőmérőn olvassuk le az értéket. Ez az állapot úgy nagyjából a világtengereknek az átlagos sótartalmát fogja modellezni. Következőekben keverjünk bele még 9-szer ennyi konyhasót, mint az előbb. Ez a sómennyiség már a Holttenger sótartalmát fogja szimbolizálni.
Miután rendesen elkevertük a vizet, megint mérjük meg az almának a súlyát. Tehát a sós víz jobban fenntartja a besüllyedő testeket, mint az édes víz. Úgy mondjuk, hogy nagyobb a felhajtó ereje. Az első bekevert sómennyiség aránya durva becsléssel a világtengerek átlagos sótartalmának felel meg, a második pedig a holtenger sótartalmának.